Szia, Tompa Ila vagyok a Hévitától. Ma 5 természetes immunerősítő csodaszert fogok neked megmutatni, amiket meg kell ismerned. Az első a fokhagyma. Az immunrendszer erősítése szempontjából hasznos, vírus, gomba és baktériumölő hatása is kiemelkedő. Rendszeres fogyasztása jó hatással van a szívre és az érrendszerre. Remek lehet a magas koleszterin szint ellen is. A fokhagyma legfőbb hatóanyaga az allicin, ami az emésztés során keletkezik. Következő a zöld paprika. A zöld paprika magas A és C vitamin tartalma erősíti az immunrendszert, így a szervezet ellenállóbb lesz a különböző fertőzésekkel szemben. A grapefruit. A nagyméretű lédús grapefruit a citrusfélék családjába tartozik, amely jellegzetes, savanykás, keserny és íze ellenére számos jótékony hatással bír. Pektin rostokat tartalmaz, ezért csökkenti a koleszterin szintet és a vérnyomást. Nagyon jó tisztítókúrát lehet vele végrehajtani, ehhez csak a levét kell elfogyasztani. Rendszeres fogyasztása nagyon jó hatással van a vesékre és a húgyutakra is. A gyömbér. Az aromás gyömbér nem csak fűszer, hanem igazi gyógynövény is. Magas illóolaj tartalmának köszönhetően ez az ősi csodaszer kiváló görcsoldó és fájdalomcsillapító, valamint emésztőrendszerre is jótékony hatással bír. Hányinger esetén érdemes fogyasztani, mert kiválóan csillapítja azt. A csipkebogyó. A csipkebogyó az egyik legismertebb C-vitamin forrás, amely fokozza a szervezet védekező képességét és ellenállását a fertőzésekkel szemben. Népszerű, természetes immunerősítő. Hogyha tetszett neked ez a videóm, akkor kérlek tarts velem a legközelebb is, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Én köszönöm neked, hogy megnéztél, szia!